Hálóztok, van itt egy pár probléma, amit szeretnék nektek megmutatni. Az egyik az, hogy nem minden esetben szükséges, például az összes fénykép és kicsi kép, ilyen, hogy mondjam, ilyen kicsi, nagyobb képek, egyáltalán a videók és bármi, ami nagyobb adatmennyiséget generál, azt egyáltalán nem muszáj letölteni. Természetesen ez a funkció csak és kizárólag a Mozilla-nak a Firefox-ával történhet. A többi esetben ennél jóval bonyolultabb bejárásra van szükség. Lássuk, mi a pálya. Hát a pálya az, hogy már ezt kicsit arrébb rakom, hogy az összes képet, mindenféle vackot jelenleg is látunk, hogy a Firefox ugye letölti. Ugyanúgy fönn vagyunk a Facebookon, mint mondjuk bármilyen más alkalommal, kivéve a Messenger-t, mert az nem állítható, és amúgy is nagyon figyeljetek oda, a Messenger nem a ti javatokat szolgálja. Na jó, menjünk tovább, itt vannak mindenféle ismerősök képei. Természetesen most itt fölül, na várjál, megmutatom. Tehát itt fölül látjátok, ugye, itt van a Wi-Fi-nek a jele. Tehát természetesen ebben az esetben semmiféle problémát nem okoz a képek megtekintése, de nem baj, ennek pont ez a lényege, hogy megmutassam milyen, hogyha nincs kép. Jó? Például ide menjünk a főablakra, és pillanat, szerintem elrontottam. Nyitunk egy új ablakot, jó, teljesen logikusan, és nekem már a bookmarkban van a következő. Ezt érdemes egyébként nektek is betenni a bookmarkba, jó, itt mutatom. Itt, jó, tehát itt van a bookmarkban, itt, az about2.config. Ennyi, ezt kell beírni a böngészőbe fölülre. És hogyha beírtátok fölülre, akkor értelemszerűen ugyanezt fogjátok látni. Számok, betűk vegyesen. Hát nagyon nem értem, hogy mi folyik itt. Pedig ez az igazi varázslások helye. Oké? Most erre a részre kell figyelnetek, itt. Mert itt lesz a varázslat, jó? A Firefoxunknak el kell mondani azt, hogy most már nem szeretnénk képeket látni. Permission.d, mint default, jó? Utána visszagombot meg is nyomhatjuk, mert innentől kezdve már itt látjátok a megoldást, jó? Permissions default image. De ez az, amire szükségetek van. Erre kijelöljük, hogy hát az egyes érték az nem valami nyerő érték, úgyhogy átállítjuk például kettes értékre. Ezt itt látjátok, hogy már kettes értéken van, jó? Úgyhogy végül is kész a varázslat. Akkor visszamegyünk az előző lapra. Ez a Facebook lap még mindig tele van fényképpel, ugye nem... Ez nem tűnt fel senkinek? De, jó, akkor frissítsünk rá a lapra. Ezt itt látjátok fölül, ez a visszafele kunkorodó, nagyon hülye fejű kígyó. Refresh the page. Újra frissítjük a lapot, és... Hát ugye az összes kép így eltűnt. Semmi, nulla. Nulla képet látunk, természetesen a képek mérete ugye ki van hagyva. De ebben nem ez a poén, haver. Itt vannak az üzenetek. Az üzeneteket ugyanúgy látod, ugyanúgy elküldik, és ugyanúgy tudsz rájuk válaszolni. Megvan? Tehát egyszerű. Jó? Tehát ezzel a rövid trükkel, amit most így ecseteltem, az összes képet ki tudjátok venni. Hogy ez miért jó? Hát azért jó, mert bájtokból megvan az internet csatlakozás és az üzenet küldése. Bájtokból. Ezt a módszert akkor használjátok, hogyha már nagyon kevés bájtotok van, illetve nagyon sokáig szeretnétek használni azt a mennyiséget, ami nektek van. És hogyha valaki egy videót küld, én már nem nyomom vissza ezt a permissions jogot, majd otthon wifi megnézem, hogy mi a pálya. Azt így ennyi. Remélem tetszett a bemutató, aztán most... Ja... Visszaállítani értelemszerűen úgy kell, hogy visszaírod egyesre. Nehéz ügy, mi? Szóval, akinek tetszik, remélem segítettem. Aztán majd még jön neki hasonló trükkök, hogyha lesz rá igény.